Köszöntök mindenkit, sziasztok! Ez a nyári szünet utáni első Frisbee Edu Péterrel című műsor a Frisbee TV YouTube csatornán. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és kattintsatok a feliratkozás melletti csengőre, mert egy első kézből kaphattok információt legfrissebb tartalmainkról. De még mielőtt elmondanám, hogy ki lesz a mai exkluzív vendégünk, nézzetek meg valamit, mutatjuk, mivel készülünk szeptember végén. Ezt most őszintén elmondom neked. Klitoris függő vagyok. Menjen el a bukott szamár gyereke Spanyolországban narancsot szedni. Menjen el a gyereked, igen. Miért nem menne, ha az az álma? Ez a te álmod, ember. Lekapcsolták a villanyt, csak a börtön zajait hallod. Semmi gond, semmi gond, semmi gond. El lesz minden intéz, minden rendben. Jó reggelt, Péter. Milyen Alekosz? Itt többet senki nem alszik. Ráadásul az összezárvának már régen vége. Valamit ennem kell. Péter, hamarosan érkezik az új vendéged. Beköltözve Hajdú Péterhez. Csak a Frisbee TV YouTube csatornán. Hamarosan. Beköltözve Hajdú Péterhez, ez lesz a műsor címe, és ez az első olyan műsor Magyarországon, amit 7 kamerával veszünk fel reality talk show, és kifejezetten a YouTube-ra készül. Ez lesz tehát szeptember végétől itt, a Frisbee TV YouTube csatornán. És hát jön akkor a mai exkluzív vendégünk, aki a 2008-as Megasztár második helyzetje lett, jelenleg pedig bűnügyi felügyelet alatt áll, nem hagyhatja el Győr városát. Hozzálátogatunk el ma a vendégünk, aki exkluzív interjút ad, Fekete Dávid. Ahogy haladok Győr felé, eszembe jut, hogy Fekete Dáviddal először a Megasztár egyik élőadása előtt a színfalak mögött találkoztam. Fehér garbójával, jellegzetes frizurájával és szerény stílusával már akkor a közönség kedvence volt. A nagymamák ilyen fiút képzelnek el lányunokájuk férjeként. Ez 2008-ban történt. 2021-ben aztán én is meglepődve olvastam, hogy a rendőrség őrizetbe vette Dávidot, miután az énekes körül egyre nagyobb lett a botrány. Többen ugyanis azt állították, hogy anyagilag megkárosított őket. De mi történhetett abban a 11 néhány évben? A megasztáros sikerek után hogyan lett belőle egy több mint 320 millió forintos csalási ügy vádlottja? Ahhoz, hogy válaszokat kapjak a kérdésemre, Győrbe kell mennem, ugyanis Dávid bűnügyi felügyelet alatt áll. Győr városát egy héten csupán kétszer hagyhatja el. Győrben vagyunk, Fekete Dávidnál, illetve egy kitűnő stúdióban, amit te szereztél. A barátaidé vagy a tiéd? Így van, barátaimé. Ilyen sok barátod van Győrben? Igen sok. A valós barátokból igen van. És ellenségem mennyi van? Biztos, hogy van ellenségem is, bár azért mióta az eljárás kezdetét vette, azóta nyilván a nagy hangodók is eltűntek. És többen vissza is vonták ellenem a feljelentést, úgy gondolom, hogy ez nem véletlen. Azért egy elég komoly időszakon vagyok túl, és nem volt egyszerű lelkileg megemészteni mindezt, ami körülöttem történt. Főleg úgy, hogy valójában még egyszer sem volt olyan, hogy én bárhol is meg akartam volna védeni magam, bármelyik újságnak ki szerettem volna teregetni, hogy srácok, tudjátok, hogy valójában mi is volt. Mert hogy közel sem az, mint ami rólam ment.
Most itt a lehetőség, de ne szaladjunk ennyire előre. Engem érdekel a fejlődés történeted, és nem csak az, hogy a Megasztártól hogyan jutottál el az autódílerségig, és aztán az előzetesig, hanem az is, hogy hogy jutottál a kis Fekete Dávid a Megasztárig 2008-ig. Te milyen körülmények között nőttél fel itt Győrben? Én úgy gondolom, hogy egy átlagos családban nőttem fel, inkább mondhatom azt, hogy a szegény és a közép réteg között valahol, tehát nem mondom azt, hogy nagyon szegények voltunk, azt sem mondom, hogy gazdagok voltunk. Ilyen középszint alatti kis átlagos családban nevelkedtem, és mindig így kacérkodtam az énekléssel, és sosem felejtem el, egyszer Gólya Bál közeledett a suliba, hogy amikor középsuliba jelentkeztem, és akkor az osztályban nem tudott senki semmit kitalálni, és akkor mondtam, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha én énekelni. Köszönöm, rám nézünk, hogy te tudsz énekelni. Hát mondom, nem tudom, hogy mennyire, döntsétek el ti, és akkor majd mondom, osztályozzátok, vagy ha úgy gondoljátok, hogy ezzel meg tudnánk mérkőzni a többi osztályjal szembe, akkor én szívesen. És akkor kijöttek, meghallgattak az aulába, nagyon tetszett mindenkinek, és mondták, hogy fú, akkor induljunk el vele, és a végén az lett, hogy megnyertük ugye ezt az évfolyamok közötti versenyt, és akkor onnantól elkezdtem karaoke versenyekre járni, országos musical versenyt nyertem, általában első, második és harmadik helyen végeztem mindig, és így otthon folyamatosan gyakoroltam, suli után gyakoroltam, és akkor jött ugye a Megasztár, ahol meg 12 000 emberből a második helyig eljuthattam. Röviden egy kicsit ennyi. A szüleid szigorúan neveltek? Anyukám próbált apukám helyett és anyukám helyett, apa és anya helyett is helytállni, mert ugye én 14 éves koromig nem láttam édesapámat, és hát próbált nekem mindent megadni, amit csak tudott, és tényleg volt benne szigor, de nagyon-nagyon nagy szeretet és megengedés is övezte fel a gyermekkoromat, úgyhogy tényleg soha nem lehetek eléggé hálás édesanyámnak mind azért, amit ő megtett, a kemény módon küzdött és harcolt a mindennapokban, csak azért, hogy nekem és a nővéremnek is minden meglegyen, úgyhogy innen is köszönöm, anya. Egyedül nevet fel benneteket? Mondhatni, igen. Volt egy nevelőapa kép, egy ilyen modellkép mellettem, ugye ő a nővéremnek az édesapukája, és de ugye azért mégsem olyan, mint az igazi apukám lett volna, viszont nyilván ő már azóta meghalt. De azért mégis egy kis, minimális kis apakép azért körbe rajzolódott emiatt, de nem tud olyan lenni, mint szerintem egy vér szerinti apa, nyilván. És édesapáddal mikor találkoztál először? 14 éves koromban. Mi volt az indítatás? Hogyha egyszer csak, nem, akkor miért? Egyszer csak megcsörent a telefon karácsony szenteste, hogy az akkori felesége felhívott, hogy szeretné megismerni a fiát. Nem tudom, hogy miért, és akkor összerezzent így a gyomrom 14 évesen, hogy azt a láthatom végre egyszer az igazi apukámat, és hogy mi ez volt benned? Ez volt bennem, igen. Nem azt, hogy nyert eddig, miért nem voltam ki? Nem, mert anyukám mindig úgy nevelt engem, hogy fiam, az életben bárki követette hibákat is, bármilyen módon alakulhatnak olyan dolgok, és hogy sosem úgy nevelt engem, hogy haragudjak ezért rá. Anyukám egy végtelenül jó szívű nő, és mindig nagyon lojális mindenkivel szemben. Én is ilyen voltam, meg kicsit vagyok is az életemben, sőt, mert sokszor túl lojális, néha azért is kerültem sok problémában, mert túlságosan is mindig szívvel néztem a dolgokat, és olyan dolgokat képes vagyok emberekről feltételezni, ami valójában lehet, hogy meg sincs bennük, de mindig igazából próbálom a jót meglátni mindenkibe, és néha annyira felnagyítom, hogy kicsit már majdnem, hogy a naivitás határait súrolja. Milyen volt az első találkozás apukáddal? Hát nagyon jó érzés volt, mert ugye én, ahogy mondtam, azért sokkal szegényebb. De a nyakába borultál? Vagy nem kérdezted? Nem, ugye ott akkor... Mi történt az elmúlt 14 évben, hogy nem találtál rám? Hát az első az úgy történt, hogy akkor kimentem, és hogy de komoly, mondom, azt, hogy itt ilyen úszómedence van, meg minden ilyesmi, hogy azt, hogy... Tehát vagyonos? Igen, egy hentes boltja volt Győrben, ő szállította majdnem az egész Győrnek vagy ilyen iskolákba, meg óvodákba, ugye a húst, meg minden, és azért egy ilyen kétkezi, hogy mondjam, munkával megteremtett nagyon sok mindent, és nagyon szorgalmas ember volt. És kimentem, és akkor itt találkoztam akkor a húgommal és az öcsémmel, akik is számomra ugye fél testvérem, de sosem találkoztam velük, és szemükben néztem, hogy de komoly, akkor most lesz egy másik családom is, vagy így kiterjed, és hogy annyira akartam, vagy szerettem volna azt is, hogy megismerni őket igazán, és akkor így néztem rá, egy kicsit beszélgettünk. Nekem az furcsa volt, hogy ő azért nem úgy állt anyukámhoz, mint ahogy ő anyukám ugye mindig szeretettel mesélt róla, ő egy picit még mindig volt benne valami érharag, és
És itt teltek múltak az évek, majd... De onnantól kezdve kapcsolatban maradtatok? Képzeld el, hogy ez tartott egy ilyen egy vagy két évig, és valamiért történt egy olyan probléma, hogy én akkor elkezdtem már ilyen kis robogókat adni, venni, 14-15-16 éves koromban, emlékszem, számítógépet cseréltem egyes golfra, kettes golfra, meg mindenféle dolg volt. Az autó dílerség, mert akkor... Egy picit akkor elindult, igen, és egy ilyen kis üzletelgető srác voltam, és akkor valahogy mindig más robogóval vagy motorral mentem ki, és akkor azt hallottam, hogy lehet, hogy azt gondolják, na, hogy az apa, lehet, nem biztos, ezt most csak így mondom neked, hogy lehet az akkori feleség azt gondolta, hogy most akkor engem lehet elkezdett pumpálni az apukám pénzzel, stb. És ott volt egy ilyen kis összezőrenés, megint, és akkor megint megszakadt ez a kapcsolat, és majd a Megasztárba meg újra előjött, és sosem felejtem, akkor is jól esett igazából, valahogy nem tudtam ráharagudni, nem tudom, hogy nem volt bennem. Tehát amikor ismert lettél, akkor újra? Akkor újra, igen. Hát, és akkor az életedben. Igen. Megvan még édesapád? Nem, ő már meghalt, és képzeld el, hogy... Mikor? Hát most már jó pár éve, több mint 5. És abban az időszakban, amikor elment, akkor jobban voltatok? Igen, éppen. Igen. Én akkor is megöleltem, és mondtam mindig, hogy nem hidd el, hogy nem haragszom rá, és még nem volt így hívő ember, de a végére így nagyon úgy láttam, hogy kezdi így Istenben a reményt, meg minden, volt ott nagyon sok minden körülötte is, ami most szeretnék erről beszélni, de sajnáltam, hogy azért nem tudott kiteljesedni teljesen a kapcsolat, viszont annak örültem, hogy azért mégis tudott ez az apa és fia valamilyen szintig eljutni. És el tudta tőle köszönni. Igen. Az ő halála az ügyed előtt volt? Igen. Tehát akkor jó, ő már erre nem szerzett. Igen, nem. Tehát elindult ez a motorra cserélem a számítógépemet, meg egyes golfra, meg kettes golfra, tehát magyarul elkezdtél vállalkozni. És ez odáig nőtte ki magát, hogy később már egy ilyen 60-70 autóból álló autótelepet volt Győrben. Igen, 120 autóm is volt, amikor már a vége felé. Az volt a csúcs. Ugye nyilván közben ugye meg a Sztár megelőzte ezt. Tehát úgy voltam vele, hogy az egyik felem mindig egy ilyen művészi srác, a másik felem pedig egy ilyen üzletelgetős földönjáró, ami nagyon érdekes vonulat, mivel ugye a művészvilág és ez a földön járó üzletelgetős világ azért tehát kicsit ellent olyan, mint hogyha a pozitív negatív, tehát mint a mágnes egy kicsit taszítani, és nagyon nehéz volt ezt nekem így egybe raknom, ezt a, nem azt mondom, hogy két énem, mert egy énem van, de hogy ezt a két érzetet, vagy két külön világot megtalálnom, abban az egyensúlyt nem volt egyszerű. Mert az egyik felem mindig menni akart és csinálni, és akkor hagyjuk az éneklést, a másik felem nagyon szerette volna, hogy igenis menjünk akkor az éneklést, de hát, hogy egy kicsit ebbe is ügyes vagy, Dávid, hát akkor told ezt is. Tehát ilyen folyamatos vívódás volt bennem, és úgy éreztem, hogy jó, akkor a Megasztárban kiteljesedtem, és akkor most próbáljuk meg ezt. De a Megasztár az egy ugródeszka kellett volna, hogy legyen. Az is volt, jó mindenkinek. Második lettél ugye 2008-ban, igen. Király Viktor nyert akkor. Így van, Király Viktor. És ott álltatok a végén, és ott volt egy baromi szimpatikus srác, ez voltál te, és ott volt Király Viktor, aki nyilván az angol tudásával meg szenzációs hangja van, bár én a botfülemmel nem tudom megítélni, hogy melyik őtöknek jobb a hangja, de ott álltál, és baromi szimpatikus voltál. Én azt gondoltam, hogy ott elindul valami, akár a színházi világban, akár menő popstár leszel, ehelyette inkább a seftet választottad. De miért? Pontosítanék egy kicsit, azért egy 4-5 évig mentem folyamatosan fellépni, és azért rengeteg klippet tudhatok magam mögött, és rengeteg mindent igyekeztem tenni ezért, de ez óhatatlanul is tudod úgy van, hogy tehát hiába jönnek az újak, lehet, hogy akkor most ők éppen a kelendőek. Én valahogy így azt gondoltam, hogy éreztem, hogy valahogy nem tudtam azt átlépni, azt az érzetet, ami miatt úgy döntöttem volna, hogy maradok. Tök sokan mondták, hogy tök jó hangod van, meg jók a klipek, meg valami, de nem jött az igazi áttörés. Lehet, hogy én miattam, lehet, hogy én nem csináltam olyan jódat, vagy nem olyan jó dalszerzőkkel dolgoztam, vagy éppen nem találtam el azt, ami úgy gondolom, hogy odáig repített volna, hogy még mindig tudtam volna az énekléssel foglalkozni. És úgy gondoltam, hogy jó, akkor lehet, hogy ez az életszakaszom ennyi volt, és akkor próbáljuk ki a másik oldalamat. El is engedted a zenélést? Elengedtem. Elengedtem. Volt, amelyik klipemet másfél millióan megnéztek, akkor még a soknak számított. Anyagilag kielégített téged?
vagy nem, mondjam, azért nem, jó darabig, nem hozta azt, amire számítottam. Nem hozta azt, amire számítottam, és nagyon érdekes, mert ahol viszont voltam fellépni, és ahol megcsináltam a hangulatot, oda még évekkel később is visszahívtak. Tehát amikor még autókereskedést csináltam, akkor is voltak fellépéseim, de azok már jócskán azért voltak, mert ahova egyszer hívtak, azt mondták, hogy jó, nem gondoltam volna, hogy te ilyen jó hangulatot csinálsz, hogy ilyen jó dalokkal jössz meg mindent. Tehát, hogy, és azokból még itt-ott volt elmaradt fellépés. Viszont valahogy azt éreztem, hogy jó, akkor most meg szeretném mutatni, hogy ebbe is meg tudom állni a helyemet. És talán ez is óriási hiba volt, hogy nagyobb... De szerintem nagyobb dolog megállni a helyedet autókereskedőként, mint egy tehetséges zenészként. Mert most nagyon úgy beszélsz, mint hogyha neked az lett volna a vágyad, hogy te egy sikeres vállalkozó legyél. Az is. És nem az, hogy te kiteljesedjél a popszakmában, amiért elindultál, 12 ezer ember közül a második lettél. Igen, de ahogy mondtam, én 4 évig nagyon sokat küzdöttem ezért, és ahogy talán fogalmaztál ezzel jobb, hogy nem hozta azt, amit szerettem volna. Mondom, lehet az én hibámból, lehet én nem... De sikerben vagy pénzben? Szerintem is. És egy autókereskedő mitől lesz sikeres? Nem feltétlenül erre tenném rá, hogy annyira csak a siker. Tehát, hogy, hát akkor csak a tudod, hogy mi is volt bennem? Az is volt bennem. Figyú, tök jó, most már 120 autón van, és hogy nem feltétlenül azt akartam, hogy húrajongjanak értem, vagy bármi esetben. Nem ez volt bennem. Én amikor megcsináltam a kereskedést, az is volt titkon a tervem. Oké, akkor lett 2, 3, 4, 5, 6 alkalmazottam, 10 alkalmazottam, felépítettem egy autószerelő műhelyt, egy autópolírozó műhelyet, kitaláltam egy olyan know-how-t, amivel szerintem egyedülállóak voltunk Magyarországon, és most már sok kereskedő is csinálja így, ahogy én csináltam, hogy előre tőlünk rendelnek. Például volt a Németország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, tehát leszerződtem olyan külföldi, nemzetközi cégekkel is, ahol olyan gyorsan, tehát ha valaki bejött hozzám, akkor nem az volt, hogy most van X50, 60, 70 vagy 100 autóm, és akkor abból kell választani, mert úgyis mindig a 101-et szeretné, vagy ha az 50 van, akkor az 51-et, nem azzal a kárpittal, nem azzal az autóba, tehát nem lehetett elérni, hanem bent egy számítógépre, óriási tévére, egy kanapéba leülve megkerestem Európa szintileg azokat az autókat, amelyet ő szeretett volna, és ugye általában új autóba tudsz olyat rendelni, amit te raksz össze, de ez használt autóban akkor még nem nagyon volt. Viszont ez egy olyan kaput nyitott meg, hogy volt, amikor egy nap, mint tudom, 5-6-ot rendeltek tőlem, és azt nagyon szeretném tisztázni, és ez nagyon fontos momentum, hogy azért közel 2000 autót eladtam, abból 1985 elégedett ügyfél, és lehet, hogy 15 elégedetlen ügyfél, de ha igazából a mérlegre rakjuk, most nem azért, hogy itt magamat védjem, vagy bármi, de akkor azért egy kicsit más az érzete, mint hogy most hirtelen kirobbant, hogy volt egy-két elégedetlen. Igen, volt. Aki dolgozik, az hibázik is, de olyan szívvel és olyan szeretettel csináltam, ami szerintem hozta azt, hogy egyből lett 2, 2-ből 4, 4-ből 8, és ez nem azért történt, mert én egy csaló vagy egy szélhámos vagyok, hanem azért, mert igenis beletettem a kemény munkát, és azért, mert szívvel élekkel csináltuk én és a kollégáim is. Most az ügyesség pont azt mondja rólad, hogy te csaló vagy. Én nagyon remélem, hogy ez a végére majd meg fog fordulni. Azt mondtad, hogy bementek hozzád, igen. Kiválogatták a képernyőt, tehát magyarán szólva, akkor te külföldről, legyen külföldi oldalról oldalakat mutattál, kinéztek egy autót, behoztátok, és akkor honosítottátok ezeket az autókat. Tehát ez volt az üzleti modell. Ez egyik üzleti részmodell, így van. És akkor kitaláltam azt, hogy azzal is mennyit tudunk spórolni, például, hogyha ezeket a behozott autókat nem külön alkalmazottaimat küldöm el kollégáimat, vagy sem tesz ebben fogalmazva, hanem az van, hogy akkor építsünk egy mosót mellé, ahol le is polírozzuk ezeket, egy szerelőműhelyt, ami kétaknásan, ugye utána egy olajcserével, tehát hogy én annyira jó árést tudtam biztosítani, hogy szó szerint engem voltak, meg a felhívogattak autókereskedők, megfenyeget, hogy figyelj, elszívod a vevőket előlünk, hogyha ez most nem hagyod ezt abba, akkor nagyon át fogunk tenni, stb. Tehát ilyenek is voltak. Igazából nem ijedtem meg. Úgy gondolom, hogy ez egy szabad versenyszféra, ahol mindenki szabadon csinálhatja a dolgát, amíg becsülettel, tisztességesen csinálja. Azért több mint 3 évig csináltam, egyetlen egy ellenőrzést nem kaptunk, minden áfát befizettem, soha nem volt ilyen probléma, úgy érzem ezzel kapcsolatosan. Ha valami lett volna, nyilván, akkor biztos, hogy kijöttek volna már ellenőrizni is. És hát nagyon elterjedt tényleg, hogy így konkrétan mindenhol már ajánlottak minket, más autókereskedő nepperek is már bejöttek hozzánk, és onnan szerették, tehát olyan óriási tömegek jöttek be, hogy igen. Ezt mind önerőből hoztad létre, vagy voltak üzlettársaid ebben?
Ezt úgy fogalmaznám, hogy valójában nyilván, mikor egy üzlet elindul, akkor még nem tudsz a banktól felvenni esetleges támogatást vagy segítséget, hanem nyilván kellenek befektetők, akik jöttek is, tehát hallották, hogy figyelj, egyre jobban ez a Fekete Dávid, nem is értjük, mi van, már 50 autója van, már 60, már 70, tehát egyre több és egyre többen jönnek hozzánk, és ők bejöttek, hogy figyelj, én szívesen befektetnék akár 20-30-40-50 milliót is. És hát persze, mikor ott van, bejöttek emberek is, azt mondták, hogy most rendelnek tőlem 10 gépjárművet, az a 10 gépjármű lehet, hogy mit tudom, 50 millió forint értéket képvisel, és abból letettek 1 milliót. Ha most belegondolsz, akkor az a 10x 1 millió, az 10 millió. Most mondok valamit, akkor még a másikat nyilván hozzá kell tenni a többi pénzt. És ez tök jó volt, hogy a befektető befektetett, és akkor ezt nyilván ki tudtam pótolni. Mert azért akkor de mi volt az üzleti modell? Tehát oda ment hozzád, igen, és azt mondja, hogy figyelj, Dávid, adok neked 20 millió forintot. Igen. Mit adsz neki érte? Először ugye az volt, hogy akkor látta, hogy milyen kocsik jöttek be, és akkor majd ennyi és ennyi jár neki vissza belőle, majd aztán azt mondta végén, hogy tudod, mit fizessél nekem, akkor 11 vagy 10%-os kamatot neked még így is kijön. És tehát ez uzsorakamat, ezt úgy hívják. Szó szerint uzsorakamat volt, igen. És ezt én fizettem, volt, amikor havi 10,5 milliót fizettem csak uzsorába. És akkor a leggusztustalanabb. De miért volt ez jó neked? Mert még miért nem egy normális, tisztességes befektetővel dolgoztál, Dávid? Peti, nem le, de... Oda megy és azt mondta, hogy figyelj, barátom, adsz 20 millió forintot, adok a cégemből 10%-ot. Majd a profitot, azért osztalékot ilyen arányban osztjuk el egymással. Tehát ez uzsorakamat, amit Peti, te akkor ez egy biztos, ezek, hogy... Ezek nem üzleti partnerek, ezek uzsorások. Nyilván, de amikor kiszámoltam azt, hogy tök mindegy, hogy most mondok valamit, kerestem most mondjuk egy számot, 500 ezer forintot egy autón. Ha ő neki adtam 300-at, de én még mindig 200 ezeret kerestem rajta, akkor is azt gondoltam, hogy figyelj, akkor is plusz 200 ezeren van. Tehát én mindig úgy gondoltam az egészben, hogy ha az nem lenne, akkor ez se lenne. Soha nem akartam, tehát az akkori eszemmel, az akkori kis üzleti gondolkodásommal én ezt jónak tartottam, és a számításaim alapján jó is volt, hiszen még így is fejlődtem. Tehát olyan szinten tudtam azzal behozni azt, hogy amikor nyilván van egy ár és az autón, nyilván akkor már saját trélereim voltak, saját szállítás, mindenhol spóroltam annyit, akár a polírozáson, akár hogy nem kellett elvinni az olajcseréken, az összes többi dolgon, hogy a végén egy nagyon szép számot tudtunk kapni, teljesen hivatalosan és teljesen nagyon jól realizálódott ez az egész. És azért nem volt mit felismernem ebben, hogy probléma van, mert a számok hozták. Tehát a matek az matek, és jól kijött. Viszont amikor jöttek a problémák, vagy voltak olyan hónapok, hogy mit tudom, hogy 3 hónap alatt nem az volt, amit vártunk, nekem akkor is ki kellett fizetni ezt a zsuzsát, akkor is 10,5 millió vagy akár 15 millió. Hát hogy ne fizettem volna? Akkor mi ez a 322 millió forint, Dávid? Tényleg az, hogy a soha az életben nem létezett az a pénz. Ez egy kamu. Oké, pillanat. Tehát jelenleg téged azzal vádolnak, hogy 322 millió forint értékben csalást és sikasztást követtél el. Akkor menjünk végig. Mire alapozzák a csalást? Peti, arra alapozzák, hogy nyilván bementek, én ezt tudom, mert ezt nekem megmondták a szememben, hogy vagy kifizetem azt az összeget, amit ők mondanak, ugye az elmaradt haszont, amit valójában jogértelemben, büntető jogi értelemben nem is használható, vagy kifizetem ezt a pénzt, hogy ők börtönbe fognak juttatni. De ez az elmaradt haszon az ő szemükben az uzsorakamat volt, amit te nem fizettél még így pluszban? Így van, pluszban, amit nem fizettem ki. Hogy lehet? Én azt nem értem. De Dávid, miért nem jelentetted fel őket? Tudod, hogy miért? Mert a családommal és a gyerekeimmel fenyegettek, és nem tudtam, hogy mit csináljak, nem tudtam, hogy mit évő legyek, és folyamatosan csak sodródtam az ára, hogy most hogy lenne a legjobb, mi lenne a legjobb, hogyan fogom tudni ezt megoldani. Gondolj bele abban az érzetbe, hogy érzed. Egy ennyi kell, és ott vagyok az újságban a címlap, és soha életemben nem tudom ezt tisztára, most se tudok be. Ha azt mondanák a végén, hogy figyelj, Dávid, látjuk, hogy most már uzsorások, most már látjuk, hogy mi volt itt valójában, nem tudok becsöngetni mindegyik házba, hogy azt mondjam, hogy figyelj, lehet, hogy annak gondolsz, de valójában nem is ez volt. Te érted, hogy mit mondok? Tehát ez egy olyan érzet, hogy te teljesen gatterra vághat, teljesen ellehetetleníti. Ez, hogy most gondolj bele, hát jó, mi Dávid, mit mentek róla. Itt vagy, hogy az ügyészség az előkészítő tárgyaláson 7 évet kért rád, az azt jelenti, hogy igen, ez csak egy... akkor még nem tudták, bocsáss meg, hogy szabadulják, akkor még nem tudták az én tanúvallomásomat, nem látták az én bizonyítékaimat. Tehát én, amikor ellenem 7 évet kértek, akkor tőlem semmit nem hallottak még. Mert én annyit kértem, hogy várják meg, míg kimegyek,
és meg tudunk keresni azokat a bizonyítékokat, videófelvételeket, üzeneteket, Weber üzeneteket, amik alátámasztják az én igazamat. Rendőrségi eljárás, ahol neked lehetőséged lett volna bebizonyítani az igazadat? Na, az a helyzet, hogy én akkor teszek vallomást, amikor én szeretnék. Tehát az nincs jogszabályban, nincs lefektető, hogy neked azonnal... Te végig nem tettél vallomást? Nem tettem végig, egy mondatot nem mondtam. Mert arra vártál, hogy visszavonják? Vagy mire vártál? Többen vissza is mondták, de egyszerűen fel kellett dolgoznom ezt az egészet, hogy én nem akartam, és mi a mai napig nem akarok embereket börtönbe jutatni. Nem vagyok egy sem bamzer, sem olyan srác, aki azt akarja, hogy azt átéljék, mint amit én átéltem. De Dávid, téged börtönbe akarnak juttatni. 21 ember. Nyilván, most már azért más, most a múltról beszélek, hogy nem akarok. Ez 21 embert jelent? Dehogy jelent 21 embert. Olyan hírek mennek, hogy össze kell számolni, hogy itt ki, mi az, ami vádolnak olyan, hogy elloptam egy autót, hát életemben nem loptam el semmit, nem, hogy egy autót. A saját cégedből? A saját cégemet, tehát szörnyű. Ez a sikrasztás része. Ez sem igaz? Nem. Ne, hogyan lenne igaz? Tehát életem egy kinder tojást 6 évesen vettem el körülbelül egy kis boltból, azt a végén odavittem, hogy bocsánat, de mi lett az autók sorsa, amelyek a cégedben voltak? Én úgy gondolom, hogy ez a nyomozóhatóságnak a dolga, hogy ezt kiderítse, nem pedig nekem, amikor már nyilván eladtam a céget. Az igaz, hogy akinek eladtad a céget, egy halálos beteg ember volt? Dehogy igaz, hogy lenne igaz. Hát utána, amikor már eladtad, én úgy gondolom, hogyha te elmész és a cégedet eladod, nem hiszem, és az emberem nem látszik, az ügyvéd elmondta. De miért döntöttél úgy, hogy eladod? Tehát, bocsánat, hadd menjek egy kicsit vissza, hogy teljesen megértsed te is. Tehát milyen olyan érzetek kellett volna lennem, mikor engem magánszemélyként vádol mindenki, holott a cégembe fektették be a pénzt, magánszemélyként vádol mindenki, akkor, és nem a céget, akkor minek kellett volna eladnom a céget? Tehát, hogy miért akartam volna megszabadulni a cégtől? Tehát egy kicsit gondoljunk bele egy icipicit mögé de mindig a dolgokba. Mert besokaltam, elég volt, lejárató kampány ment ellenem, jöttek be, úgy éreztem, hogy ennek már úgyis annyi. Tehát a botrány közepén adtad el a céget, nem azt megelőzően. Nem, azt megelőzően, de már akkor volt egy kis botrány Győrbe ebből, csak akkor még nem volt országos botrány belőle. Tehát ott a lejárató kampányokat, hogyne, voltak betörések, beleállították a szarvasba a kést, meg izzé, meg stb. Jöttek, hogyha nem fizetsz ennyit. De hozzátok betörtek? Nem, hát a kereskedésbe persze. Csak akkor őrült dolgok voltak. Tessék? A te kereskedésedbe betörtek. Hogyne. Ami már mondjuk pontosan, akkor már ugye át volt, akkor már ugye megvette az új tulaj, aki aztán megírta a lapot, hogy akkor már nyilván ő ezt szeretné feljelenteni, stb. És utána az, hogy ő velem mi történt, hogy bele se gondolnak azért olyan elképesztő dolgok mentek, hogy komolyan agyilag ezt lelkileg, szellemileg feldolgozni, hogy nem tudok becsöngetni a Pirike nénihez, hogy higgye már el, hogy ez nem így van, akkor azt mondják, hogy jól persze, mert magyarázkodik, hogyha... Várj, most mondd ki, nem igaz, hogy halálos beteg volt? Nem igaz, de hogy igaz, hogy lenne igaz? Igaz-e, hogy 322 millió forinttal tartoztál ezeknek az embereknek? Nem igaz, de hogy igaz? De követelnek tőle, Dávid, az mindössze, tehát a tőkét te mindig visszaadtad, csak a kamattal volt csúszásod? Így van. És ezt te be tudod bizonyítani? Nyilván most a bizonyítékaink úgy gondolom, hogy én nagyon bízom benne, hogy a tisztelt bíróságnak és az ügyészségnek is elegek lesznek ahhoz. És én de várj, egyébként én nem tudom, hogy működik, de például, hogyha valaki uzsora kamatot ad, akkor azt vezeti, könyveli, hogy akkor most én ennek és ennek adtam ennyit. Hogy nem tudod bebizonyítani? Itt hát, minden feketén ment, nem? Hát persze, csak hogy azért... És tudod, mi volt a legdurvább, hogy nyilván ők barátaimnak úgy mondták, mintha ilyen, hú, de milyen barátok lettünk, van egy barát soha nem csinál ilyet, nem, hogy nem jelenti fel a másikat, hanem nyilván azért próbálná megbeszélni, meg azt mondta volna, hogy egyet mesélek a több közül, jó? Bemegy a hölgy a tévébe, és akkor én nem tudom, hogy az jó Isten szemébe majd a végén, hogy néz, hogy ilyet mer országvilág előtt mondani, hogy adtam 50 milliót a Fekete Dávidnak, és így forítottam, adott vissza, több 2018 óta. Tehát és akkor úgy, ha igazán valaki meghallgatná és megnézné, majd nyilván a bíróság értékelni fogja, mint a Weber üzeneteket, ahol pontosan le van írva, és pontosan látszik végig, hogy erre a hónapra engedek Dávid a 4 millió kamatból 3,5 milliót, és akkor azt mondja, hogy soha nem adott semmit. Tehát, hogy ezek annyira gusztustalan dolgok, és fogalma sincs, hogy nem csak az én életemet teszi tönkre. Tehát nem igaz az 50 millió forint? Dehogy igaz. Tehát csak 36 milliót adtam vissza körülbelül ősorakamatba, csak ennyi a történet.
Tehát és akkor bent ülök, és akkor nézem a tévét, és most nézem, hogy Istenem, mondom, ezt tényleg velem történik, hogy mondom, hogy lehetnek ennyire gerinctelen, gusztustalan állítások, és bemeri, és bemer menni a rendőrségre, és igazmondás kötelezettsége alatt elmeri mondani. De ők ugye azt hitték, hogy nekem semmilyen bizonyítékom nincs, és még fogalmuk sincs, hogy még mi van a kezemben. Én azért, hála Istennek, az összetört telefonomból tudtam kimenteni nagyon sok olyan dolgot, ami engem igazol, nagyon sok olyan felvételt, Viber üzenetet, videófelvételt, kamerafelvételt, amikor bejöttek és rámerőltették azokat az okiratnak az aláírását, ami valójában valótlan, és bemennek a rendőrségre. De hogy tudták rá? Bemennek a rendőrségre. Bocsi, Dávid, de hogy erőltették rád? Peti, majd megnézed a felvételt, elküldöm neked, és akkor rájössz. De akkor le is adjuk. Le is adhatjátok. Peti, gondolj bele abba, hogy bemegy úgy valaki, de én nem értem, hogy hogy merik megcsinálni ezt. Tehát azért a bíróságon nem hülyék ülnek, a bírók nem hülyék. Tehát ők azért nagyon tanult emberek. De nyilván, és az ügyészek is úgy gondolom, de nyilván, ha bemegy 5-6-7 ember, hát ki hinne nekem, hogyha valaki egyöntetűen összeszedve bemegy valaki ellen, érted, összefognak, és akkor azt mondják, hogy már pedig az így jó. Hát persze, hogy leraknak előzetesbe. Hát egész máshogy szólna a séma, hogyha nem azt mondják, hogy hát én adtam neki ennyit, és soha életében nem adott vissza semmit. Teljesen más így, meg teljesen más úgy, hogy amúgy visszadott 36 milliót, amúgy 5 milliót egy üzletben 5 milliót kerestem, mert a másikon 10-et, a harmadikon 15-öt, csak igazából az 50-re nem adott még 50 milliót a végén, és én bemegyek úgy, hogy akkor szevasz. Tehát érted? És tehát olyan szinten merem, hogy bármikor tegyék rám a hazugságvizsgálót, hogyha ez nem így volt. Én tudod, hogy miért vártam az én tanulmányomásom, mert én nem akartam hülyének nézni sem a rendőrséget, sem a bíróságot, sem az ügyészséget, és én vártam az én időmre. Ott bent ültem a 40 fokba, és ott bent vártam azt, hogy mikor jön el az én időm. Hallottam a tévében, minden zengtek rólam, amit csak lehetséges volt, ami a csövön kifért, hogy ilyen a fekete, hogy olyan a fekete, és én ültem, mondom, Istenem, csak egyszer adj lehetőséget, hogy mondom, én meg tudjam védeni magam. De soha nem hencegtem semmivel. A bizonyítékaink ott vannak. Úgy érzem, hogy azok valójában tények, amiket mi becsatoltunk. Mi nem blablával mentünk, hanem az őszinte igazsággal. És ha valamiben, olyanban hibáztam, amiben tényleg hibás vagyok, oké, rendben, hoztam rossz üzleti döntéseket, bevallom, igen. Túl gyorsan akartam fejlődni, bevallom, igen. Fiatal voltam az üzlethez, igen, de nem tartom magam sem csalónak, sem bűnözőnek. A saját feleséged, illetve most már volt feleséged, miért fordult el veled? Életed legnehezebb szakaszában, hát amikor aztán bent voltál az előzetesben, a 40 fokban a börtönben. Ez meg aztán no comment. Erre, tehát a mai napig nem tudom. Most már rendeztétek a kapcsolatotokat, mit mond erre? Nem beszéltünk soha az ügyről, csak a gyerekekről kizárólag. Mi soha nem beszéltünk azóta se az ügyről, se semmiről. Én a két szép gyermekemet nézem, az ikerfiaimat, és nekem ők a mindeneim, és mindig próbálom elkerülni, amennyire csak lehet, hogy valahogy ne jöjjön erről elő, vagy ne legyen veszekedés, meg semmi. De ez már egy eljárásnak a része. De volt valamilyen anyagi vitád? Valaha? Az már annyira az eljárás képzi, hogy ugye, ha nem gond, ha nem rakszol, nem, volt feleséges nem téma, a legkényesebb téma, de ha valaki egy icipicit nem belegondol, akarom, hogy elmondjál, tudom, hogy a tévében sérti a bíróság eljárás menetét, tehát nyilván nem akarok ilyen helyzetbe hozni. Engem csak az érdekel, hogyha van két gyereketek, és tényleg gyakorlatilag az életedért küzdesz, akkor miért rúg beléd? Ez egy nagyon jó kérdés. Még akkor is, hogyha esetleg tartoztál neki, tehát ilyet. Nagyon nehéz volt ezt megemlíteni. Ez volt a legnehezebb. Tehát, hogy ez életemben nem gondoltam. Megbocsátottál neki? Megbocsájtottam, nyilván hitem miatt is megbocsájtottam, viszont az, hogy még mindig nem érzem benne a szemébe sem a megbánásnak egy kis részét se, azt egyszerűen nem tudom hova tenni. Tehát akkor mindig egy kicsit ilyen magamba egy ilyen bicskanyitogató érzés, hogy még hogyha nem is érdekel, nem is tudom, hogy kivel voltam 6 évig. Tehát ilyen mindig a bajba derül ki igazából, hogy ki kire számíthat. Tehát ezt már megtanultam az életben, mert amíg jó vagy, amíg siker van, amíg csillogás van, amíg jössz velem ide, amíg jössz velem oda, addig mindig oké minden. De amikor baj van, akkor derül ki, hogy ki valójában a barát, és ki az, aki tényleg ott van, ki az, akire számíthat. Ez tényleg így van, ez ha klisé, ha nem, ez teljesen kiderült. Gondolj be, amikor azt hallom a tévébe, ott vagyok a börtönben, 40 fokba izzadok,
És akkor Fekete Dávid felvett a felesége nevére 70-valahány millió forintot. És akkor tudod, egy, nem tudom, hogy biztos azért sok ember, aki... Mi volt a fedezet? Hogy vettél fel 70 millió forintot? Sehogy, mert nem vettem fel. A lényeg az, hogy ha valaki észszerűen csak egy kicsit mögé néz, várjunk csak azért egy banktól valaki másnak a nevében felvenni 73 millió forintot, hát még a gatyádat is átvilágítják egy bankban, nem hogy te valaki másnak a cégére felvegyél pénzt. De ugye lehet, hogy egy Jolika néni, vagy egy Marika néni, aki mindig így tudom emlegetni, ne haragudj, aki lehet, hogy nem is gondol bele. De szemét, de milyen egy ember. Hogy a gyerekeim apját 70 millió sem teszem tönkre. Köszönöm szépen. Én meg a gyerekeim anyját a mai napig nem jelentettem fel azokért az állításokért, amiket engem az újságba lehozott, amiket rólam mondott a mai napig, mikor kiesett a kisfiam az ablakból. A rendőrségtől küldtek be a börtönbe papírt, hogy akkor feljelentést tehetek nyugodtan a feleségem ellen, és én akkor se tettem meg úgy, hogy egy egész ország előtt lejáratott, és én akkor sem mentem ellenet, mert tudod, mit néztem? Hogy akkor is a két pici gyermekemnek az anyukája. És nem tudtam volna megtenni. És a mai napig egy óriási nehéz kérdés számomra, hogy most mi lesz majd a bíróságon, mit, hogy mondjam. Ő a bíróság? Volt már szembesítés? Nem volt. De lesz. Nyilván, hogy lesz. És ott fent fogja tartani, szerinted? Nem tudom, hogy mi lesz, fogalmam sincs. 14 hónapot voltál előzetes letartóztatásban, itt a győri börtönben. Hogy bírtad ki? Nagyon kemény volt. Én azt gondoltam... Egyedül voltál egyébként? Én tényleg egy zárkában? 60 napig voltam egyedül, és én soha nem gondoltam, de hogy... De mit csináltam? Tényleg annyira naív voltam, nem gondoltam el, hogy tényleg létezik ez. Hát mondd el, először Bibliát olvastam komolyan végig. Ha nem lett volna ott velem, Isten, én nem bírtam volna 100% végig. Bementem, láttam, sose felejtem, hogy bevittek, és akkor nyílódott így a cella ajtó, és mondtam itt még az őrnek, hogy mondom, ne haragudj, mondom, hogy picit nem tudnád még nyitva adni az ajtót, mondom, ez annyira kicsi ez a hely. Azt mondja, Dávid rám nézett, és nem is gyűlölette volt, annyira normális, hogy sose felejtem el. És akkor Dávid, nem lehet, sajnos ez egy hierarchikus rendszer, itt most csapódik az ajtó, és akkor csapódik az ajtó, és ott maradsz egy vasággyal, egy ilyen kis vékony szivacsa, és akkor ott vagy, és akkor közben mindenki egy bűnözőnek gondol, egy rohadéknak, egy nem is tudom, hogy miket, tehát egy szörnyű, nem volt egy hétig tévém, nem ismerték behozni a tévét szerintem hozzám, hogy nehogy akármi történjen, mert hogy a tévéből még a csapból is az folyik, hogy ami folyt, és mondjuk őszintén, ha én is látok ilyeneket a tévében, jó, bár én egy ilyen elég jó indulatú srác, hogy mindig általában mögé szoktam nézni a dolgoknak, de annyira intenzíven mentek rólam a dolgok, bűnszervezet tagja vagyok, meg mit tudom, és nézem amúgy ezzel kapcsolatban. A bűnszervezet megállt? Én úgy tudom, hogy ez nem állt. Még csak közelébe sem volt semmi, még csak tehát említése se lehet említeni, semmi, soha nem volt benne, és úgy hozza le a tévé, mert ebben minden a 60 napban, ebben a 60 napban akartál öngyilkos lenni? Mert soha nem akartam öngyilkos lenni, akkor most ezt képzeld el, bent az őrök mondta, annyira ugye nem nagyon lehetett beszélni, de amikor bejöttek, mondták, hogy Dávid, tudjuk, hogy a média azért milyen, de hogy ilyen szinten lehet valakiről ilyeneket mondani, azt mondják, látjuk, hogy egy normális csávó, vagy azt mondja, nem törz, nem zúzol, azt mondja, intelligensen viselkedsz tényleg, tehát látjuk rajtad, de azt mondja, ez az öngyilkosság, mi is képzeld, az országos parancsnokságtól leszóltak neki, és oldalakat kellett írniuk emiatt a cikkek miatt, hogy semmilyen nincs, tehát soha nem volt, és sem öngyilkosság. Ki terjesztette? Hát én tudom, hogy ki terjesztette, nyilván nem akarok neveket mondani. Akik mondták, hogy figyelj, Dávid, mi elérjük minden szempontból, te börtönbe kerüljél, hidd el. De ki? Ki? Az uzsorás egyik része. Most nem fogok nevet mondani, mert büntető eljárásban vagyunk, azért nem szeretnék. De ilyen befolyásos? Ez nem a befolyásosság része, hanem ez. Csak ő azt hiszi, hogy ezért soha nem kell felelnie. Ő azt hiszi, hogy ő neki minden szabad, és azt hiszi, hogy őre nem vonatkozik a törvény. Én akarok hinni a magyar igazságszolgáltatásban, és abban, hogy az én vallomásom után és az én tényállításaim után igenis, hogy azokat is megmérik, akik valótlan híresztelések tömkelegét hozták nem csak az újságokba, hanem szó szerint igazmondás kötelezettségük alatt. Tehát ez nem játék. Tehát azt hiszik, nem a piacon vannak, tehát egy bíróság ez nem a piac, ez egy nagyon komoly jogintézmény, ami ott van, tehát hogy én megértem, én azt is megértem az ügyészségtől, ha bejön nem tudom hány ember és rólam valamit mond, nyilván és nem teszek vallomást, akkor egy idő után nem teszek vallomást, akkor vádat fognak emelni, mert lejár az idő. Én megértem, de én nem akartam egy összefüggéstelen, ide-oda dobált, másokra ráhátékázott vallomást tenni, hanem azt mondtam, hogy jó,
amikor megengedik, hogy én kimenjek, összeszedem az összes bizonyítékomat, és egy koherens, egybefüggő, őszinte, tényállásokon alapuló vallomást fogok beadni. Nekem ez volt a célom. Ezt már megtetted? Megtettem. Úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy már most Győrbe legalább mozoghatok. Nyomkövető van most sajtad? Van. Megmutatod? Megmutatom, igen. Itt van. Kényelmetlen? Már hozzászoktam. Ebben a melegben tudsz vele fürödni, medencébe? Nem megyek el fürödni, mert nem szeretném a csodásítani magam. Na, és akkor tudod, hogy milyenek az emberek? Rögnek. Mondjuk igazából nem. Nagyon sokan beszóltak emiatt az ügy miatt? Megmondom őszintén, hogy nem, és nagyon is köszönöm azoknak az embereknek, akik voltak, akik mögé láttak ennek az egésznek, és voltak, akik, és tudod, hogy honnan láttam meg, hogy nem mondom, feltöltök egy képet a Facebookra, vagy mit tudom én. Ha kapnom kell ezért, akkor gyertek, itt vagyok, nyomjátok nyugodtan. És olyan szinten több ezer like, biztatás jön az oldalamra, és kitartást, és tudjuk, hogy ez nem te vagy, hisszük, hogy ez nem te vagy, és stb. És olyan jól esett, és ennek a sok embernek a kedvessége, a szeretete az, hogy azért vannak, akik mögé látnak, és vannak, akik nem csak azt nézik, amit látnak, hanem tényleg zsiráfként nézik. De az oroszlán az erdő széléig lát a zsiráf, meg ugye átlát a szakadékon túl is. És vannak sokan vannak zsiráfok, és ennek nagyon örülök. Nyilván ez az én véleményem, nyilván lesz egy bírósági döntés, úgyhogy megvárjuk a végét, és küzdünk, és harcolunk az igazunkért, és én nagyon remélem, hogy itt óriási fordulatok lesznek, és bebizonyosodik mindaz, amit most én neked is elmondtam kis részletben. Kereszt van a nyakadban? Igen. A börtönben tértél meg? Nem, én előtte is amúgy Isten hívő srác voltam, és tudom, sokszor mondják, hogy hát ott jó keresztény, vagy akkor hogyan. Tehát attól még, hogy valaki keresztény, attól nem tökéletes. Tehát az tegyük már tisztába, hogy az, hogy te hiszel Istenben, az nem azt jelenti, hogy te tökéletes vagy. Nyilván igyekszel úgy élni, ahogy a legjobb tudásod szerint és a Biblia által leírtak szerint, de nem vagy tökéletes, ugyanúgy hibázol. De van egy élő reménységed, és van egy olyan szeretet a szívedben onnantól, ami kicsit másabb, mint nélküle. Dávid, visszatekintve a 2017 és 21 közötti vállalkozói időszakodra, szerinted te milyen hibákat követtél el? Nem is biztos, hogy hibánk, inkább rossz üzleti döntéseket követtem el, rengeteget. Gyorsan akartam fejlődni, gyerünk, akkor építem, akkor idősek otthonát építünk, akkor szerelőmét. Építettél? De hát elkezdődött volna az a folyamat is nyilván, de aztán a végén ugye itt ezek miatt a dolgok miatt sajnos, ugye nem jött össze. És nem az volt bennem ám, Peti, hogy most én vagyok a Jani, és én meg akarom ezt mutatni, mert egyszerűen ez egy ilyen belső kiteljesedés volt. És nem feltétlenül csak azt néztem, hogy ide, mert nem mentem el külföldre nyaralni, nem tettem fel olyan képeket, amiket feltettem volna, nem vagánykodtam a 10-20 milliós autókkal fenn a Facebookon vagy a YouTube-on, tehát rólam nem lehetett ezt elmondani, mert azért mindig igyekeztem kifelé értékeket képviselni. Soha nem beszéltem arról, meg nem is akarok, mert nem akarom most se jobb színbe feltüntetni magam, vagy bármi ilyesmi, de ha csak egyet a sok közül például volt, hogy én nem vertem nagy dobra, hogy mentőautót adományoztam, kiknek segítettem, hogy segítettem, milyen karitatív tevékenységeken vettem részt, mert valahogy mindig úgy volt, hogy ezt tudom én, tudja ott fönt, és nekem ez elég. És többiről nem is akarok beszélni, nem szeretnék. Azt mondod, hogy 8-10 ember fogott össze ellened körülbelül. Miért volt szükséged ennyi üzlettársa, nyilván óriási idézőjelbe, tehát ennyi uzsorása? A gyors növekvés miatt óriási hiba volt. De miért nem kerestél egy olyan erős embert, aki azt mondja, hogy Dávid, én hiszek benned, itt van barátom, mennyi kell? 100 millió? Abból a 40-50% üzletrészt kérek, és tök hivatalosan ment volna. Peti, lehetett volna így, és most nem tudom visszaforgatni az időkerekét. Most már ez van, sajnos nem tudok. Tehát ez... Most miből élsz?
Most marketing osztályvezető vagyok Dunaújvárosban, egy call center csoportot vezetek, úgyhogy fantasztikus munkamorál van fenn az Innovatív Napelem Kft-nél, ahol vagyok, egy nagyon jó vezetőség, tényleg egy fantasztikus hely, az innovációval foglalkozunk, tényleg zöld energia, végre egy olyan jó cél mellett vagyok, amit örömmel csinálok, úgyhogy nagyon jól érzem magam, és tényleg egy fantasztikus csapat van fenn, akik tényleg szívvel lélekkel megyünk előre a jó cél érdekében. Milyen referenciád volt, hogy felvettek oda? Ráadásul György társam, hagyhatod. Tehát az állásinterjú hogy nézett ki? Valójában ki kellett ölteni egy tesztet, és a teszt, mondta az igazgató, hogy csak akkor vesznek fel erre a pozícióra, hogyha ez az közel másfél órás tesztet kitöltöm. Őnáluk nem szimpátia alapján és nem az alapján nyernek felvételt az emberek, hogy na, jó fej vagy, vagy mik az előző bemutatott, elvégzett munkahelyed iden való ajánlások, hanem az, hogy akkor most igen, tölts ki, és hogyha te vagy az, aki a legmagasabb pontszámot volt, 10 jelentkező, akkor te fogod megkapni, és ezért kaptam meg ezt az állást. Ezért is jó, egy kis szimpátia is volt benne, de ez is igen. Te érted el a legmagasabb pontszámot? Igen, igen. És az nem volt handicap, hogy nyomkövető van a lábadon? Nem. Egyébként milyen gyakran tudsz elmenni egy Dunaújvárosba? Kedden és szerdán tudok ott lenni. Tehát ezt engedélyezték akkor? Igen, engedélyezték. A többi nap meg home office-ból dolgozok otthon, úgyhogy fantasztikus, hogy egy ilyen jó kis csapat része vagyok, és megmondom, hogy szinte nem kell több. Tehát én nagyon megtanultam benne, hogy nem kell harácsolni. Elég, amennyi elég. Bőven egy boldog élet legyen, gyerekeimmel tudjak lenni, tudjam nevelni őket arra, hogy mi az, amit nem szabad elhibázni, nem szabad túlon túltolni, és legyen egy kedves, normális életed. Ennyi az egész, tényleg. Hány évesek most a gyerekek? Most 4 évesek lesznek januárban. Mit tudnak az ügyedről? Hát én mindig azt hallottam, hogy őszintén szeretnék velük beszélni, és bármikor rákérdeztek, amikor ugye nyilván nem tudtunk lemenni, akkor elmagyaráztam nekik, hogy miért nem lehet elmenni. Ők töltőnek hívják amúgy a lábamon lévő készüléket, és tehát azt az érzést, mikor megnyitották, és akkor a liftnél állunk, és akkor tudták, hogy addig apa ugye nem mehet le, pedig mindig apa jössz, és akkor rám néztek, és akkor amikor mondtam, hogy most már mehetünk, azt az érzést a szemekben, mint ez egy 4 kis szempár így rám tekint, hogy de jó, és akkor így felugrottak rám, és mentünk le először sétálni a Dunaparton, és akkor mentünk fagyizni játszóházakba, tehát leírhatatlan, tehát olyan érzés, hogy kinyílt így egyszer egy őr, és akkor én emlékszem, amikor először kijöttem, ugye azért ez nem kevés idő, nem csak benne lenni, hanem ott a házban lenni benne, és azt szerintem körbejártam minden utcát, szerint egy őrbe, hogy mi fejlődött, mi változott, az érzetek, régi megélt ilyen dolgok, és akkor így mentünk, kisfiam, fantasztikus volt, ez nagyon. A volt feleséged, ő próbálja ellened nevelni a gyerekeket? Vagy e tekintetben korrekt a kapcsolat? Úgy gondolom, hogy e tekintetben korrekt, és szerintem nem. Nem érzem azt a kisfiamon, hogy ez bármi. Fontos. Nem. Úgy érzem, hogy ebben nagyon korrekt, és azt is meg tudtuk mindig beszélni, hogy mikor jönnek hozzám, vagy mikor lesznek nálam. Úgyhogy volt, most is majdnem 8 napot ott voltak nálam egyhuzamban. Hát ez fantasztikus volt, minden reggel a kakaó, mentünk ide-oda, nagyon annyira vagányok, annyira kis édesek, hogy és legolyan szeretettelék, hogy bármilyen idegen emberrel találkoznak, és most oda jönni, elkezdenék 2 kis tütüt, vagy bármit tolni előttük, és oda mennek, és megölelnek, és ilyen, ott tele vannak szeretettel, és az annyira jó érzés látni, hogy tényleg, hogy ilyen nagyon emberbarátok ők is barátkozósak. Olvastam, hogy nagyon nagy sikered volt itt a győri koncerteden pont ezen a hétvégén, és nem volt olyan érzésed, hogy akkor követted el a legnagyobb hibát, amikor felhagytál az énekléssel? Több ezer ember eljött miattad. De persze, hogy volt bennem, sőt, most mikor felmentem, én nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm, hogy ennyire eljöttek meghallgatni, meg hogy olyan kedveseket írtak, tehát annyira feltöltöttek, hogy... Atrocitás nem ért? Nem, hál' Isten, semmi. Tehát gondoltam el is, mielőtt felmegyek, kimondják, hogy nem, Fekete Dávid, akik ott vannak, miket hallottak, tudod, akik tényleg nem ismernek, nem tudnak semmit, csak az újságból hallottak rólam, és akkor gondolom, na, milyen gondolatok, érzések övezik át ők, hogy még a másik oldalt nem is hallotta, de már ugye megítél az újságon keresztül. Felmegyek, nem mondom, mi lesz, és akkor most fügy, meg taps, meg minden fogadott, mondom,
köszönöm Istenem, mondom ezt a lehetőséget, és nagyon annyira jól éreztem magam, hogy ez elmondhatat, annyira feltöltöttélek, hogy napokig hatás alatt voltam. Igen. De hogy nem hát sok jó minden, volt. Nagyon jó élmény volt, és így van, ahogy mondott, tehát sok minden jár ilyenkor az ember szívébe, lelkébe, szellemébe, agyába. Hát igen, ez a mi lett volna, ha erről tök fölösleges beszélni. Tehát nem ez azt az utat választottad, most ezt kell megoldanod, ezt dobta az élet. Magánéleted területén van valamilyen változás? Barátnőm nincs még. Azt nem hát mondom, de azt hallom, hogy randizgatsz valakivel. Azt nem mondom, hogy nincs a szívemben valaki, de még konkrétan nincs barátnőm. Te közel vagy hozzá, hogy a barátnőd legyen? Tehát mondjuk azt, hogy igen. Igen. De olyan bizonytalan vagy most. Tessék? Olyan bizonytalan vagy. Nem, csak majd meglátjuk, inkább azt mondom. Kicsit azért nehezen, én is, hogy mondjam, most már nagyon óvatos vagyok ezzel kapcsolatban is, meg igyekszem nagyon nézni a másikat is, és ugye nyilván nem tudom, hogy mi lesz, hogy lesz az üggyel kapcsolatosan is, és bent a börtönben, amit még nagyon megtanultam, hogy még jobban emberközpontúbb lettem, nagyon figyelek másoknak az érzéseire, és nagyon fontosak nekem másnak az érzése, és nem csak az, hogy nekem most éppen jó legyen, hogy de jó, hanem hogy ő mit érez, ő mit szeretne, ő neki mi a lehető legjobb. És nekem ezek nagyon erősen fontosak lettek, tehát rengeteg mindenbe feljöttem. Én úgy gondolom, hogy bent a börtönbe váltam a kisfiú a férfivá. Tehát, hogy óriási nyilván nagy lenyomatot hagy az emberbe, ha valaki átél egy ilyen őrült, tehát tényleg olyan helyzetet, hogy semmi ez nem fogható, tehát egy fegyházfokozat a börtönbe, az életedbe soha nem felejted el. Tehát én nem is értem, hogy nyilván nem megítélek, és nem megítélve senkit, de hogyha valaki egyszer ezt átéli, és átélte, nem is értem, hogy utána bármilyen olyan helyzetbe, hogy akarna kerülni, vagy direkt olyan helyzetbe belekerülni, hogy oda még egyszer visszavenjen, tehát hogy még csak érintődlegesen se. Tehát én annyira figyelek azóta, amíg a piros lámpán is alig, tehát ha látom, hogy sárga, akkor régebben, mikor még átmentem, most már azonnal nyomom a féket, tehát hogy semmi, még közelébe se legyek ilyennek, tehát hogy azért ez nagyon durva. Nem látni a gyerekeidet, nem látni a családodat, nem ülelheted meg, nem szólsz hozzájuk senki, nem tudod, hogy egyáltalán ki össze idézőjelbe élve. Gyerekek, azért van olyan, mikor ne adja Isten, kap valaki egy betegséget, bent vagy, és 2-3 hónap múlva te már nem létezel. És nem azért, mert öngyilkos leszel benne, hanem ne adja Isten, rákos leszel, ne adja Isten a sok trauma miatt, bármi miatt olyan van, soha életedben nem tudsz eljutni, vagy nem tudod megölelni azt, akit, amit megtettél volna. Miért? Mert te benn vagy, és a büntetésedet töltöd, ami lehet, hogy nem is valós, de most nem is az én esetemről, hanem általánosságról beszéljünk. Tehát, hogy nagyon durva. Tehát, hogy ezt felfogni viszont, hogy ott állsz az élet, és a úgymond halálkapujának az állomásán, tehát ez semmi, ez nem fogható. Igen, de hát az a kegyetlen igazság, hogy ez csak előzetes volt, és még vár egy ítélet, ami akár 7 év is lehet, vagy annál is több. Én nagyon bízom benne. Mire számít ez, Dávid? Őszintén? Őszintén. Én mondom, akarok hinni a magyar igazságszolgáltatásban, és akarom hinni, hogy a végén felmentenek. Ártatlan vagy? Én úgy gondolom, hogy hoztam hibás döntéseket, még egyszer elmondom. Hoztam nagyon sok hibás döntést, de nem vagyok csaló, és nem vagyok bűnöző. De ezt nem én fogom nyilván eldönteni, hanem a bíróság. Viszont én nagyon remélem, hogy a tényszerű bizonyítékainkat meglátván és igazán kielemezvén mindenki egy objektív valóságnak megfelelő tényállást tud összerakni a végén. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Ennyi volt a Frisbee, most még egyszer nézzétek meg, hogy mivel készülünk szeptember végén. Jön a Beköltözze Hajdú Péterhez promója, és legközelebb pedig jövő héten pénteken találkozunk, ugyanitt a Frisbee TV csatornán. Iratkozzatok fel addig is. Sziasztok, minden jót! Ezt most őszintén elmondom neked. Klitorisz függő vagyok. Menjen el, a bukott szamá gyereke Spanyolországban narancsot szedni. Menjen el a gyereked, igen. Miért nem menne, ha az az álom? Ez a te álmod, ember. Lekapcsolták a villanyt, csak a börtön zajait hallod. Semmi gond, semmi gond, semmi gond. El lesz minden intéz, minden rendben. Jó reggelt, Péter.
Milyen Alekosz? Itt többet senki nem alszik. Ráadásul az összezárvának már régen vége. Valamit ennem kell. Péter. Hamarosan érkezik az új vendéged. Beköltözve Hajdú Péterhez. Csak a Frisbee TV YouTube csatornán. Hamarosan.